Érdekesek az emberi szokások, mert a legjobb szándék, a legjobb ötlet is teljesen átfordul valami olyan irányba, amire nem számítottunk és nem is akartunk. Milyen jó lenne, ha ismerné mindenki a szokásoknak az eredetét, de ha azt nem is ismeri, akkor is elgondolkozna, hogy nem minden szokás és rítus kell valahogy a vásárlás körül forogjon. Teljesen érthető persze az, hogy az emberek adni akarnak egymásnak valamit, mégis ezt ma már teljesen túlzásba visszük, olyannyira, hogy közlekedési dugókat tudunk okozni azzal, hogy én mindenképpen meg akarok ajándékozni valakit. Az hagyján, hogy valakit, de kit kell meg ajándékozni? Már szabályok vannak, már illemkódex van erről, már megkérdezzük a másikat, hogy kell-e adjak ennek, mert már többet beszéltem vele, mint három mondat, akkor föl kell-e köszöntsem karácsonykor, vagy mikuláskor, vagy bármikor, és egyáltalán húsvétkor is adjak el neki csoki tojást, akkor is, hogyha locsolkodik, vagy nem. De térjünk vissza a karácsonyra, mert ez aktuális azért most. A karácsony egy olyan ünnep, ami vallás ünnepként indult, mégis a legfontosabb, még azok számára is, akik egyáltalán nem vallásosak, és lehet, hogy pont ők tülekednek a legnagyobb erőszakkal valamelyik pénztárnál, hogy megvegyenek valamit nagyon akciósan, hiszen maga a gazdaság is azért felkészül arra az igényre, hogy az emberek ki akarják fejezni azt, hogy mennyire szeretik a másikat. Mennyire érdekes, hogy mindez mindig valahogy a pénz irányába elferdül, tehát például ez a szeretet kifejezése is. Én nem azt mondom, hogy ne vegyünk ajándékokat, én azt mondom, hogy értsük meg azt, hogy az ajándékozás mit jelent. Az ajándékozás nem más, mint egyfajta mágia. Mágia, tehát megerősítése valaminek. Nagyon fontos, hogy a mágiától ne féljünk, a mágia szótól, mert megerősíthetünk olyan dolgokat, amelyek jók, és olyat is, ami rossz. Ha valaki például rosszat mond, akkor én megerősítem azzal, hogy hozzárakok még egy valamilyen pletykát, vagy amit hozzá kitaláltam, nem is létezik, és már ez a pletyka úgy fog tovább menni, hogy egy erősebb rossz hatással, és még jobban elborzasztja az embereket. Ilyenek például a hírek, ahol nem feltétlen azt mondják el, ami éppen történt a világban. De lehet jó is ez a mágia, és ez a mágia például az, hogy valakit szeretek, és nem csak szeretek, hanem el is mondom neki, nem csak elmondom neki, hanem még meg is simogatom, tehát akkor most már érzek is, gondolkodtam is róla, kommunikáltam is, sőt, cselekszem is, és ez így a szeretet mágiája lehet például a simogatás. Vagy a simogatás mágiája lehet például a szavak, amiket kimondok, mert a szavakat nem csak azt mondom, hogy simogatom, és azt mondom, hogy megsimogatlak, hanem megsimogatom, és azt mondom, hogy te gyönyörű teremtés vagy, te egy csodálatos ember vagy, téged csak szeretni lehet. És közben simogatom. Akkor ezek a szavak a simogatásnak a mágiái lesznek. Na az ajándékozás ilyen dolog, hogy van valami, amit érzel valaki iránt, és ezt már nem tudod elmondani, hanem valami konkrétat akarsz neki adni, amiben bele tudod ezt fogalmazni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha természetesen feljön benned, hogy én most valamit odadok neki, és nem azért, mert kinőttem, mert vagy nem kell, mert már elavult, és veszek egy új iPhone-t, akkor a régit odadom, hanem azért, mert ebben a tárgyban benne van az, amit én érzek. Pontosabban, ha a tárgyra ránézek, vagy ha ő ránéz, mert ő neki jelent valami ilyesmit, akkor ő aszociál méghozzá én rám, és arra, hogy én mennyire szeretem, és ezáltal még jobban megérti az, hogy én miért vagyok a közelében, miért vagyok vele, hogy ő mennyire fontos számomra. Ez a mágiája a szeretetnek, tehát az ajándékozás, tulajdonképpen egy átadásról van szó. A világban, hogy információ és az energia körül forog minden, azt is mondhatnám, hogy az információs energia az, ami a világot alkotja, és ott van benne természetesen az anyag, ez a hármas egység,
adja ki a teljes világot. Legalábbis ebből a hármas egységből elég sok mindent le lehet vezetni, hogy hogy néz ki a világ, és meg lehet érteni különböző dolgokat akár a hétköznapunkban is, és nem csak csillogászati méretekben. Tehát fontos az, hogyha szeretnél valakinek mondani valamit, ez az információ, akkor az valamilyen kommunikációs csatornán kell megtegyed. A kommunikációs csatorna szintén egy anyagi világ lesz, tehát rezgések, stb. Által fog eljutni, tehát látunk, hallunk, stb. Tehát vagy részecskék fognak átvándorolni. Tehát lehet látni, hogy az információ átadással vándorol az anyag, és vándorol az energia, mert csak akkor tud átmenni valami, hogyha megfogjuk és arrébb rakjuk, kivéve az élő embert, mert az föláll és magától átsétál. Tehát én, mint élő ember azt tudom mondani bárkinek, hogy hello, ez a véleményem rólad, boldog karácsony, de jó, hogy együtt vagyunk, jó, hogy egymás mellett ülünk. Viszont ezt már sokszor mondtam például, és szeretném kifejezni, hogy ez a nap, ez fontos nekem, és nem baj, ha van az évnek egy ilyen napja, és nem baj az, hogyha én ezen a napon adok neki valamit, ami később arra emlékezteti, hogy ez a nap megtörtént, ahol egyébként mindent megtettem, hogy boldogok legyünk. És adok neki például egy picike kis tárgyat, akár csak egy kavicsot, egy kövecskét, amit együtt találtunk egy tengerparton, egy nyaraláson, vagy vettünk valamit valamihez, és ezt csomagolom be úgy, hogy mint egy emlék előjöjjön, akár egy fotó, egy fénykép is lehet, vagy azt a fényképet kinagyítom, megcsinálom úgy, hogy az kiakasztható, egyébként ne egy szart csináljunk meg, aztán ott kellemetlenkedik az egész család, hogy Jézusom, hát ezt kell most a falra rakjunk, hát ez nem így kellett volna. Tehát nyilván el kell találni azt a vívő frekvenciát, azt a vívő modult, ami átadja az üzenetet, és akkor fogod megkapni ezt a hatást. Mikor kell ez legyen, nem karácsonykor. Ha karácsony oké, van, ünnepeljük, meg lehet közelíteni ekkor, akkor, amikor ez az érzés kiteljesedik. Ez olyan, mint a lánykérés, hogy a gyűrűt átadom, és ezzel kifejezek valamit, és most mindegy, hogy a gyűrűnek milyen jelentése van, most már van egyfajta társadalmi jelentése, de az a lényeg, hogy adok valamilyen anyagi természetű dolgot, és ez az anyagi természetű dolog, ez emlékeztetni fogja akár egész életében arra, hogy számomra a legfontosabb. Nem kell ehhez gyűrű, lehet ez teljesen más, ez lehet akármi, mindenkinek a fantáziájára bízom, és ezt sem karácsonykor adod át, hanem akkor, amikor annak ott van az ideje, amikor a legerősebb az érzés, amikor a legnagyobb boldogságot lehet elérni ezzel. Éppen ezért én nem karácsonyra fókuszálom az ilyen érzelmeimet és az ilyen kifejezéseket, hanem az év közben, amikor erre van lehetőség, akkor megtartjuk a karácsonyt olyan szempontból, hogy megértettük, hogy van, de nem akkora fontosságú, hogy fejbe rúgjak valakit a pénztárnál, mert elvette az utolsó akciós plazma tévét, amivel kifejezhettem volna azt a családok előtt, hogy nagyon szeretnék már megnézni egy meccset. Szóval ajándékozzunk úgy, hogy értsük meg, hogy mi az ajándékozás, értsük meg, hogy ezen megerősíthetünk valamit, és ha nem erősítünk meg semmit, akkor nem kell ajándékozni, hanem csak fogd meg a kezét, csókold meg, puszíld meg, simogasd meg, adjál neki egy masszást, vidd el moziba, vagy menjetek enni együtt, vagy egyáltalán üljetek egymás mellett csak boldogan, és nézzétek a plafont, vagy a csillagos eget, vagy a hóesést, ha az egyáltalán létezik Magyarországon. Boldog karácsony mindenkinek, sikerüljön mindenkinek úgy az ajándékozás, ahogy az a szívből telik, és ne úgy, ahogy azt a pénztárca, vagy bármilyen elvárás megköveteli tőletek. Legyetek szabadok, boldogok, és kezdjetek egy új életet, nem új évkor, hanem minden nap, például a mostani karácsony.